A koranyári melegnek köszönhetően idén hamarabb kezdődtek a betakarítási munkák megyeszerte. Néhány táblában kényszeréletté vált a gabona, így a gazdáknak korábban kellett aratni, mondta Jakab Tamás, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei igazgatója. Június közepével az őszi árpa betakarításával megyénkben elkezdődtek a betakarítási munkák. Az őszi árpa vonatkozásában érdemes megjegyezni, hogy a növényvetés területe évről évre növekszik megyénkben. Ez köszönhető a kedvező piaci viszonyoknak. Azt látni kell, hogy az őszi árpa most már szakítva a hagyományokkal, a korszerű fajták, korszerű technológiák alkalmazásának következtében sörárpaként, illetve édesipari célra is alkalmazható. Ennél fogva egy viszonylag kedvező piaci lehetőségeket ért el a növény. Megyénkben a vetésterület az elmúlt években folyamatosan növekszik, 2018-ban már több mint 8000 hektáron termesztették a gazdálkodók a növényt. Ami a árpa termés átlagát érinti, azért figyelembe kell venni, hogy volt egy kedvezőtlen időjárási körülmény. Ennek kapcsán a gazdálkodók várakozásai nem teljesültek, egy közepes 4,7 tonnás hektáronkénti eredményt sikerült realizálni megyei szinten, amit az a 15-20%-os átvételi ár növekedés az előző évekhez képest, amit tapasztaltunk, az kompenzált. Szintén fontos növényünk, úgymond sláger növényé vált a megyében az őszi káposztarepce. Vetésterülete most már megközelíti a 13000 hektárt. A repcének is az árpához hasonlóan kedvezőek a piaci körülményei. Évről évre tendenciózusan nő a területünk. Hát sajnos az idei év nem kedvezett igazából a repce fejlődésének. Nagyon rövid virágzási periódust volt. Ennek következtében egy alacsonyabb termés átlagokat produkált a növény. Kevés volt az elágazás, alacsony maradt a növény. Egy megyei szinten 2,8 tonna per hektáros termés átlagok alakultak ki, ami elmarad, jócskán elmarad a várakozásoknak, és egy gyenge közepes eredménynek titulálható. Ennek ellenére a viszonylag kedvező átvételi áraknak köszönhetően a összességében rentábilis a repce termesztése, illetve azt mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy rendkívül jó elővetemény a repce, úgyhogy várhatóan a következő évben is marad a tendencia, nő a vetésterület. Legfontosabb növényünk természetesen a kenyérgabonánk, az őszi búza. Ebben az évben több mint 40000 hektár vetésterületen termesztették gazdálkodóink. Ami a termés átlagot illeti, vegyesek az érzések, illetve vegyesek az eredmények. Megyei szinten a őszi árpához hasonlóan egy 4,7 tonnás hektáronkénti átlag alakult ki. Ez úgy gondolom, hogy tekintettel a korszerű technológiákra, termesztés technológiákra elmarad attól, amit a gazdálkodók vártak a növénytől. Köszönhető ez az éréskori meleg, száraz, légköri, aszállyal sújtott időjárási körülményeknek. Volt egy nagyon száraz, meleg periódus a koranyáron, illetve a tavasz sem igazán kedvezett az érési folyamatoknak. A minőséget tekintve szintén vegyes a kép, táblán belül is tapasztalhatóak malmi jó minőségű eredmények, illetve sajnos gyengébb eredmények is születtek a búza tekintetében. Mennyire lehetnek elégedettek a gazdák az idei terméssel? Összességében elmondható, hogy egy nyugodt, rendezett, békés betakarítási perióduson vagyunk túl. Kiemelkedő események, káresemények nem történtek. Én úgy gondolom, hogy bár a termés átlagok, termés eredmények némileg elmaradtak a várakozásoktól, a kedvező piaci lehetőség talán pótolhatták ezt. A betakarítással a megyében mindenhol végeztek. Az Agrárgazdasági Kamara most a magyarok kenyeréhez gyűjt fel ajánlásokat a sarudi Karkustanyán, és itt tartják majd augusztus 23-án a megyei záró rendezvényt is. A Magyarok Kenyere Jótékonysági Akciót 8. alkalommal szervezi meg a NAK és a MAGOSZ közösen.
A magyarok kenyere olyan jótékonysági program, amely a határok. A magyarok kenyere olyan jótékonysági program, amely a magyar gyermekeket segítő szervezeteket támogat, nem csupán a határokon innen, de a határokon túl is. A program során a Kárpát-medence magyar lakta területeiről nemzeti összefogással búzát gyűjtenek a segítőkész adományozóktól, és a felajánlott búza egy részét liszt, a másik részét pedig kenyér formájában juttatják el a rászorulókhoz.